Na, csalódtok, sziasztok, én Norbank, és felmutatom ezt a kocsit, ami az Enus NT névre hallgat. Hát először is mondhatok el az autóról pár infót, az ára 1.845.000 dollár, a trade price-os ára pedig 1.383.750 dollár, és ezt az autót a harmadik generációs Bentley Flying Spurról mintázták. Na, akkor armor. Hát erre ezt nem rakunk. Rajtókeret. What? Akkor ezt átszerzzük a normál színére. Fék. Belső lökös. Alapból milyen. Akkor marad az alap. Fúj, de csúnya ez hátul. Hátul is marad az alap. Karnator, neki fogó. Hát, nem a legpatentebb kipufogók vannak rá. Rárakom ezt, és meglátjuk, hogyha mégis szar, akkor majd cseréljük időközben. Akkor hűtőrácsok. Hát itt nem tudom, hogy milyen lenne neki jobb. Lehet egy ilyen sima fekete inkább. Vagy ez nem olyan látna, az a baj. Egy az karbon volt, amit ráraktam, most figyeltem. Bár mondjuk a fekete az mind karbon, szóval teljesen jó akkor. Nem a motorháztetők. Vannak itt azért érdekes verziók. De egynek már nem rossz. És az is lesz a végső verzió. Hát ez sem kap ilyet. Színét még nem tudjuk. Na, Livery terén. Mit kellene kapnia? Na, de olyan szarok vannak rá, olyan kis egyszerű fos. Ezt is elrakom, olyan súlya, nem tetszik. Ez is szar, hát hogy néz ez ki, Jézus. Hát ennyit kap ez az autó is. Fos Liveriknek köszönhetően. Nem néz ki annyira rosszul így hátulról. Most így láttuk. Na akkor színben. Új, de jól áll neki a fehér asztalohat. Akkor ez fehér lesz, és akkor a live-edit átrakjuk a másikra. Ennek a fehér olyan faszán áll, hogy hihetetlen. Fekete tükrökkel, tök király. Belső is fehér. Krugam léma rá. Akkor vissza a live-edikhez. És megkapja ezt. Teljesen rendben van. Oké. Okay. Jöhet a teteje. Ugye azt is leszedjük a karbonról. Küszöbb.
Mondjuk azt a feketeséget jól lenne eltűnni róla. Szóval ez nem nagyon kell el nekünk. Ennek ez nem rossz, a street verzió. Annyi van, nem nagyon változik. Csak az ára inkább, ami nagyon felfele megy. Ez jó. Spoiler! Hát ezek a kis szarok, csak ez szerint. Jó, ez már nem rossz. Alakul. Ez kicsire... Nem nagyon vannak rá nagyok amúgy. Ez viszont nagy-nagynak mondható. Az is megy rá. Jézus! Ezt ennyire nem akarom lövítetni. Így rendben van. Akkor Veto, Turbo. Ne, és akkor valami jó kis felnit rakjunk még rá, ja. Amúgy passzol is hozzá. Hát itt nem lesz nyerő verzió. Nem tudom, valahogy ezek nem passzolnak le. Nézzünk sportból. Nem olyan szar. Akkor menjünk egy Highlandre. Hát nem hiszem, nem tálkál rohadt kereket. Ez jó lesz. Feketében jó. És ilyen gumifő, és ez maradt fehéren. Nem, volna meg valamit. Hát valamit be kéne csapni alá. Mondjuk egy pirosat. Na és akkor megyünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez a Verda. Na akkor itt is volnánk a versenyt, és akkor nézzük, hogy mit tud a Detti. Korábban mentem már itt a King Camillával, azzal egy 41.9-es kört tudtam futni. Ezzel meglátjuk, hogy mit is sikerül csapatni. Hú, de elkapart a rajtnál. Nem is volt megfelelő a rajt. A tempója sem az az igazi. Olyan lassú. Kanyarodásban jobb lesz. Hát, nem sokkal jobb, mint a King Camilla. De így összességben nem a legjobb autónak tartom ezt. Hát ez sokkal lassabb attól. Ha már 42-nél járunk, és most kanyarodtam be. A 45-8 körül lesz az idő. 45-7. Hát ezt az autót annyira nem merem ajánlani, mert a kanyarokban sem az igazi. Az indulásnál is nagyon elkapar, szóval... Ezt versenyre semmiféleképpen nem nagyon ajánlom. Csúszkál, nehéznek is tűnik. Fékre viszont meg a gyorsulásra az rendben van. Mert remélem élveztetek ezt a videót, hogyha így van, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel, csekkoljátok a leírást, legközelebb jövök vissza, sziasztok!